Sziasztok, üdvözlünk titeket! Ahogy láthatjátok a videó címéből, ismét egy órát fogunk bemutatni. Ahogy mondtam is az előző videóban, ahol szintén egy Michael Kors órát mutattunk be, most is egy Michael Kors órával fogunk foglalkozni. Ez egy női óra lesz, nem egy férfi óra. Michael Korsról ugye elmondtam egy pár érdekességet az előző videóban, most is el fogok mondani egy érdekességet, miközben leveszem itt ennek a doboznak a tetejét. Ugye itt ez a női óra lesz, amiről szó lesz. Ugye Michael Korsról elvileg tudni vélik, hogy annyira érdekelte a divat, hogy amikor 5 éves volt, akkor az édesanyja újra házasodott, ugye ő Carl Anderson volt rendes néven, és a Carl Anderson névet változtatták meg Michael David Korsra, miután az édesanyja hozzáment ahhoz az úriemberhez, aki utána ugye édesapjaként funkcionált. 5 évesen ő adott tanácsot az édesanyjának, hogy hogyan nézenek ki az esküvői ruhának egyes elemei, illetve maga az esküvői ruha, és ezt valóban meg is fogadták tőle elvileg, úgyhogy ez járja. Egy pár érdekesség erről az óráról. Ez a Michael Kors Mini Blair, ez az óra, tehát Michael Kors Mini Blair lesz ez az óra. Ennek a típus száma az MK5639-es. Erről az óráról, amit tudni lehet, hogy 32 mm az óratok, szor 12, illetve 16 mm, ugye az óra és egyéb óra üveg és egyéb alkatrészek vastagságától függ ez. Ez egy szintén kvarcóra, mint az előző, elemmel működik, 100 méterig vízálló, ásványi kristály üveg van ugye az óra üvege, az óra üvege az ásványi kristály üveg, nemes rozsdamentes acél, illetve kemény PVD kezeléssel van bearanyozva, gondolom azért, hogy minél később kopjon meg az óra. Analóg amúgy, a számlap színe arany, a tok színe szintén arany, és az óra formája egy kerek, ahogy ezt láthatjátok is. Na most fogom a kis kesztyümet, szépen felveszem gyorsan. Elhúzom, hogy ne zavarjon majd. Ugye a megvilágítással próbálunk minél jobb videózási élményt biztosítani nektek is. Ki fogom venni ezt az órát. Ugye ez egy picit szorul, amint mondtam. Tehát ez a fadoboz egy ilyen plüss belső béléssel rendelkezik. És az nem baj, amúgy nem hagyja lötyögni az órát, illetve az egyéb dolgokat. Van hozzá egy ilyen kis könyv, amit már mutattam az előző videóban. Ezt ide lerakom, leveszem az órát, és akkor lássuk magát az órát közelről. Ugye ez is pillangócsattal rendelkezik, ezt most ki fogom oldani. És akkor mutatom az órát. Ahogy látható, ebbe is vannak kronográfok, bár ez a Mini Blair, és ezen nincs külön kronográfnak kezelési gomb, illetve tudod kezelni. Ugye ebbe is 10-es, 2-es, 4-es, 8-as is, bocsánat, 12-es, 2-es, 4-es, 8-as, 10-es számok vannak megjelölve. Az óra központi eleme ugye lényegében a Michael Kors márka logó, márkanév. Elviekben, ahogy én tudom, ez ilyen Swarovski kristályokkal kirakott óratok, amit láthattuk. Itt is a koronában benne van az MK logó. Amúgy ez az arany szín is nagyon szép. Nem nagy az óra, viszont aki szereti a kisebb órákat a hölgyek közül, annak nagyon-nagyon be fog ez jönni, mert felvéve nagyon gyönyörű. Tehát nagyon szépen visszaadja. Megpróbálom állítani a kamerát egy picit, hogy minél több fényt kapjon az óra is. Körbe mutatom, akkor így néz ki. Tehát ez a Michael Kors Mini Blair megnevezésű óra. Ugye a pillangócsat ennek is eleme. Ez is sorszámozott, ahogy itt láthatjátok. Sorszámozott a pillangócsat. Ugye itt a pillangócsat külső részén is Michael Kors márka logó látható, amúgy nagyon dizájnos, tényleg jól néz ki amúgy, tehát ez a név egy jó választás volt, ugye azt lehet tudni, hogy egyszer ez a cég majdnem csődbe ment, de
Michael Kors nevű úriember nem hagyta magát, és azóta nagyon sikeres a vállalat, sikerült talpra állnia, és különböző üzleti dolgokkal, ugye, mint ez a divat cikkek árusítása ismét felvirágzott neki. Itt a hátulján ugye itt a látható a Michael Kors felirat, az MK5639-es típusjelzés, az, hogy eredeti acél, ugye, az összes eleme, valamint van lent is egy számkód, ugye, ami az órának a része. Így kell kinézni egy eredeti Michael Kors órának. Ugye ezt tudjuk, hogy rengeteget hamisítják ezeket az órákat. Sajnos nyilván attól függ, hogy ki mire szánja az órát, tehát hogy csak egy pár hónapos viselésre szánja, és majd el fogja hajtani, azt nem tudjuk, de ki minek szánja az órát. Megmutatom még egyszer így közelről. Így néz ki ez a Michael Kors Mini Blair óra. Lerakom ide. Érdemes amúgy nézelődni, mindig böngészni. Hogyha valaki szereti a jó leárazásokat, amiket mi is szoktunk szeretni, akkor elvileg vannak időszakok, amikor hozzá lehet jutni ilyen órákhoz. Körülbelül ennyi az, amit be tudunk nektek mutatni erről a típusról. Reméljük tudtunk segíteni, ha ilyen órát szeretnétek vásárolni. Köszönjük szépen, hogy megnéztétek ezt a videót, és sziasztok!